Szép estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látják. November 8-a van, hétfő. Tartsanak velünk! A hazai közétkeztetés megújítását, színvonalának javítását és a friss, hazai élelmiszerek használatának népszerűsítését tűzték ki célul 10 évvel ezelőtt az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny szervezői. A rendezvénnyel arra hívják fel a figyelmet, hogy lehet finomat és értékeset főzni ilyen keretek között is. A döntő kihívásairól Asztalos István, az Étrend Magyar Konyha Főnökök Egyesületének elnöke beszélt. A közétkeztetési szakácsversenynek a célja az igazából az edukálás, tehát a közétkeztetésben dolgozók napjainak a megszínesítése, szakmai felkészítése, akár továbbfejlesztése. De ami az igazi nehézség szerintem az, hogy egy reálisan alacsony normából kell menüsort főzni, ez az idei évben 450 forintra emeltük, de azt gondoltuk, hogy nem szabad túllőni a célon, tehát mindenképpen meg kellett tartani azt a reális fokát, ennek vagy reális mértékét, hogy olyan ételek szülessenek, amik később valóban be tudnak épülni a köztudatba, a menzákra, tehát tényleg meg tudnak jelenni. Ehhez pedig az kell, hogy alapanyagban, elérhetőségben, szakmai tudásban, technológiában és igen árban is megfeleljen annak, hogy ezt a mindennapokba át tudják emelni a kollégák. És mi örülünk annak, hogyha az ételeket átemelik, de az pont ugyanolyan öröm, hogyha az ételeknek egy-egy elemét egy másik konyhán lemásolnak, a leves betétet kiveszik belőle, stb. Tehát ezzel már színesítjük a közétkeztetésnek, én úgy gondolom a színvonalát vagy a választékát. Szerintem nincs szülő Magyarországon, aki ezzel nem ért egyet, úgyhogy mi szakmai szervezetként ezt tudjuk csinálni, és évek óta azért örülök, hogy ez a jubileum, most már 10. alkalom a közétkeztetési versenyünk, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy rengeteg a 10 év alatt, hogy csak azt nézzük, hogy a döntőig eljutott csapatok az több mint 100 főt. Ez annyi konyhát jelent, sőt van olyan, aki két konyha áll össze egy-egy ilyen csapatként. És mi nekik szeretnénk minden évben egyfajta ilyen tényleg ezt az edukációt, ez a felzárkóztatást biztosítani. Milyen irányokban gondolkozhattak az ételek kapcsán idén a versenyzők? Az idei évben a fenntartható jövő lett a szlogenünk, és mi szervezői oldalról is mindent megtettünk érte, tehát az összes alapanyagunk lebomló, tehát a kóstolótányéroktól elkezdve az evőeszközig minden. Szerettük volna, hogyha az alapanyagokban is megjelenik a hazai termelés. Tehát pontosan azért gondoltuk ezt, mert ugye itt a világban beszélnek környezettudatosságról, minden egyébről, meg a közétkeztetésbe jutó alapanyagokról, viszont ez nagyon-nagyon nehéz megszervezni. És mi ezért próbáljuk minden évben alapanyag megkötésekkel is rávezetni a közétkeztetőket, hogy vannak kiváló termékek itthon is. Tehát nem messziről utaztassuk ide a termékeket, ráadásul azok a nyomon követhetőségen is csorba esik általában. Ugye az Agrárminisztériumnak pont most témája ez a rövid ellátási lánc, és ehhez szerintem kiválóan kapcsolódik a mi közétkeztetési verseny, és azért örülünk neki, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mint társszervező, évek óta a partnerünk a közétkeztetési versenyben. Én úgy gondolom, hogy ez közös ügyünk, és közösen kell küzdeni, ki mit tud hozzátenni. Mi szakmai oldalról nézve ezt tudjuk hozzátenni, és én úgy gondolom, hogy ha itt a szakácsok között körbe mennek, és egy pár kérdést feltesznek, én egész biztos vagyok benne, hogy mindenki kicsit jobban feltöltődve tér vissza a hazai konyhába, vagy a saját konyhájába, mint ahogy ide érkezett. Reggel még egy ilyen kicsit óvatos léptékkel jönnek a versenyzők, de a nap végére mindenki büszkeséggel teli van, és úgy megy haza, és nekünk ez a célunk, hogy ezeket elérjük, meg ezzel valahol hírét is visszük annak a filozófiának, amit mi képviselünk. Számos kihívással néznek szembe azok a szakemberek, akik szakácsként a közétkeztetésben dolgoznak. Aktuális trendeknek, egyre gyakrabban a speciális étrendek követelményeinek és a legkritikusabb közönségnek, a gyerekeknek is meg kell felelniük. Tapasztalatait Szabó György séf zsűritag foglalta össze. Az egészséges étkezés ugye most azért nagyon szempontok, vagyis nagyon nagy figyelem, reflektorfényben van ugye még a közétkeztetésben is szerintem, illetve meg kell felelni azért az ár szegmensnek is, tehát ez egy nap mint napi étkezésről beszélünk, amit ugye minden nap ki kell fizetni az embereknek általában, és nem mindenhol támogatják ugye ezt a vállalatok, a cégek. Nekünk meg szakácsoknak a másik oldalon nagyon kell ezzel gazdálkodni, illetve nagyon jó kell sáfárkodni az alapanyagokkal, hogy azért ezt össze tudjuk kovácsolni egy egységé, akár heti, havi és éves szinten. Azt hogy látja, eddig sikerült-e eredményeket ezen a területen hazánkban mondjuk az elmúlt években elérni? Javuló tendencia van, az biztos. A séfek nagyon odafigyelnek arra, hogy mit szeretnének ők is lerakni az asztalra. Próbálnak
mindenféleképpen fejleszteni, fejlődni, illetve nagyon sok allergiával küzdő vendégünk van tulajdonképpen, és most már nem mehetünk el anélkül, hogy őket se tudnánk kiszolgálni. Tehát nekik is, rájuk is kell figyelni. Az idei feladattal kapcsolatban mit emelnek ki nekünk, milyen kihívás elé álltak most a séfek? Hát szerintem a kihívás az mindig ugyanaz. Tehát nagyon finomat kell főzni, nagyon jót kell főzni, nagyon jól kell összeállítani, és ugye megvan az összeghatár, amivel meg bele kell férni. Tehát ez a legnagyobb visszahúzó tényező egy kreatív elmének. Tulajdonképpen mi is ugyanazt nézzük, mint egy átlag vendég. Tehát, hogy hogy néz ki ránézésre az étel, akkor milyen a szín, íz, ugye az íz az már kóstolás után jön át. Két étel kóstolása, vagy a két menü kóstolása után, ugye én nem mondhatok semmit, mert hivatalban nem mondhatok semmit, de azért látszik a munka mögötte. A zsűri kiegészült egy újabb asztallal is, az, hogy a gyerekek is zsűriznek, ez hát miért ilyen különleges és jó színfoltja a mai versenynek? Ugye az előbb nem említettem, csak az allergiával szenvedő embereket, de hát ugye a közétkeztetésben az a gyerekek is nagy számmal részt vesznek, tehát igazából nekik is nagyon meg kell felelni. Az ő ízlésvilágukat, az ő gondolatukat az ételekről, ezek a pontozások nagyon hülyen tükrözik. A 10. országos közétkeztetési szakácsversenynek most is a felcsúti Letenyei iskola adott otthont, amelynek vendéglátást tanuló diákjai aktív közreműködői voltak az eseménynek. Az intézmény igazgató kiemelte, fontos, hogy a diákok a szakma minden területén tapasztalatokat szerezzenek. Az iskolánkban vendéglátásképzés folyik, gazdaképzés és gimnáziumi képzés is. A szakképzőiskola, technikus képzés mellett az előbb említett gimnázium. Maga a verseny mellett azért döntöttük, hogy mit rendezzék meg, hiszen maga a közékeztetés az azt gondolom mindennapjainkat könnyen befolyásolja már a gyerekeinken keresztül, és fontos, hogy ez magas minőségen tudjon elérni, és ezt mi támogatjuk. Ja, azt látjuk, hogy az intézmény diákjai is bizony kiveszik a részüket itt a készülődésből, meg magából a versenyfolyamatból. Ez miért volt fontos szempont? Hát mégiscsak egy iskolában van ez a verseny, és hát itt vannak azért példaképek, meg lássák, hogy felnőtt emberek, hogy valamikor ők is ebből meg egy másik iskolában jártak, hogy kinőhetik magukat, és ők is eljutatnak egy ilyen szintre. És hát, hogy élő munka van, emberek között vannak, kapcsolatot teremthetnek, látnak, tapasztalnak, és hát én azt gondolom, hogy itt kell, hogy legyenek. Inspirációt kapnak, én azt gondolom, a jövőre nézve. Az előbb említett három lehetőség, tehát a gimnázium és a technikum, valamint a szakképző intézmény részéről, a nagyobb létszámban a vendéglátás van, a gimnázium és utána a gazdák, 430 körüli diákkal számolunk most a mindennapokban. Azt el kell mondanom, hogy nagyon a hagyományokra építkezünk mi. Nyilván figyelembe kísérjük az innovációt, ami történik a vendéglátásban, de csak egy néhány példát a hagyományainkról. Disznóvágás van nálunk, aztán libavágás is van nálunk. Ebből van egy libator, amit a gyerek végig dolgozik velünk, ételt készít, felszolgál, és a végén meg is kóstolja. Tehát ezeket a hagyományos dolgokat ebben az iskolában itt be tudjuk mutatni a gyereknek, és remélem, hogy ez egy nagyon jó élménnyel mennek majd ki az iskolából. E plusz kapnak, én azt gondolom, tőlünk, amit máshol nem biztos. Jövőre változik a közétkeztetésben a hazai alapanyagok felhasználásának kötelező minimuma. Az új szabályozással azt szeretnék elérni, hogy az úgynevezett rövid ellátási láncnak köszönhetően egészségesebb és jó minőségű ételekkel tudják kiszolgálni a fogyasztókat, hangsúlyozta Erdős Norbert, az Agrárminisztérium államtitkára. Jövő év január 1-től a közétkeztetésben részvevő magyar élelmiszernek az aránya 60% kell, hogy minimum legyen. Majd az azt követő évtől, tehát 2023-tól ennek az aránynak 80%-ra kell növekednie. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jelentős rendelet. Igyekszünk is, hogy erre ellenőrzések folyamán erre odafigyeljünk majd, hogy ez be is legyen tartva, hiszen a közétkeztetésben közel 2 millió ember étkezik naponta, ugye? Most is egy iskolában vagyunk, legtöbben nyilvánvalóan az iskoláskorú gyermekeink, de óvodában, bölcsödében,
büntetés-végrehajtási intézetben, honvédelmi intézményekben, a szociális szektorban rengetegen érkeznek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy nap mint nap a magyar állampolgárok a közétkeztetésben milyen ételt esznek. Hogy látja, minőség tekintetében a hazai agrárium hogyan tudja kiszolgálni a szakács szakembereket? Én úgy gondolom, hogy a magyar élelmiszerek minősége jó, meghatározó, élelmiszerbiztonsági szempontból is kiemelkedő, a magyar élelmiszerbiztonsági rendszer Európa egyik legjobbja, úgyhogy nagyon fontos az, hogy visszatérjek a közétkeztetésre, hogy a mindennapokban is ez a jó minőségű élelmiszer minél nagyobb arányt kapjon. Az, hogy hazai élelmiszerekkel dolgoznak a közétkeztetésben, alapvetően a különböző szektoroknak milyen előnyökkel jár? Én azért azt gondolom, hogy a legfontosabb a fogyasztó, tehát hogy a magyar állampolgárok jó minőségű, biztonságos magyar élelmiszert tudnak enni, de hát természetesen nagyon fontos, hogy a gazdálkodó, a termelő, az itt lévő magyar alapanyagokból jó minőségű élelmiszert állítson elő, és hát természetesen az is fontos, hogy a magyar élelmiszeripar állítsa elő ezeket az alapanyagokat a lehető legjobb színvonalon, egyre nagyobb teret kapva akár a közétkeztetés, de akár a kiskereskedelmi láncok tekintetében is. Tulajdonképpen inkább a hátrányok ledolgozásáról szól ez az időszak, de el kell, hogy mondjam, hogy a magyar agráriumban ilyen rövid idő alatt soha nem érkezett és fog érkezni ennyi pénz, ugye 4563 milliárd forintról van szó, amiből 750 milliárd érkezik az élelmiszeripar megújítására. Rendkívül fontos, hogy a magyar élelmiszeripar megerősödjön, hiszen az élelmiszeripar erősödésén keresztül tudunk teret foglalni a kiskereskedelmi láncoknál. Jövőre 87 milliárd forintra növekszik az a keretösszeg, amelyet a kormány az ingyenes és a kedvezményes közétkeztetés támogatására fordít, jelentette be a helyszínen dr. Schöch Gellért. A helyettes államtitkár azt is elmondta, a közétkeztetésben az elmúlt években is több eredményes változást sikerült már elérni. 2010 óta a közétkeztetésben két fontos dolgot is kitűzött a kormány, mint cél. Az első cél az az volt, hogy a közétkeztetésben a speciális étrendet, diétás étrendet igénylők számára is biztosított legyen a megfelelő étkezés. Ezt mind szabályozással, mind pedig a gyakorlatban sikerült megvalósítani. A másik kiemelt cél pedig a hazai alapanyagoknak és a hazai élelmiszereknek a magasabb szintű felhasználása és magasabb mértékű felhasználása. Az elmúlt években a kormány fokozatosan és folyamatosan bővítette ingyenes vagy kedvezményes közétkeztetésre jogosultak körét. A kormány arra is figyelt, hogy ne csak az iskolai időszak alatt járjon kedvezményes ingyenes étkeztetés, hanem biztosította a forrást ahhoz is, hogy a szünidőben is eljusson a rászoruló gyermekek számára. Ennek megfelelően most több mint 500 000 gyerek kap évente ingyenesen vagy kedvezményesen a közétkeztetésben rendszeresen ételt, és a mai verseny is az egyik kiemelt figyelmet érdemlő momentum abban, hogy hogyan lehet és hogyan kell finomat és ízleteset készíteni a gyermekek számára, mindezt úgy, hogy megfeleljen a közétkeztetésre vonatkozó előírásoknak is, és hogy ennek vigyék országszerte a hírét az itt megjelentek, és jó példával járjanak elő minden közétkeztetésben résztvevő konyha számára. Hogyan lehet egészségesen, hogy főzzenek a szakemberek? Erre az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet folyamatosan figyel, és mindent megtesz azért, hogy egészségesebb ételek kerülhessenek a konyhákra, és utána a gyermekek elé, illetve a közétkeztetésben részesülők elé. A honlapon számtalan olyan receptet meg lehet találni a honlapjukon, ami megfelel arra, hogy finomat, és a speciális igényeknek is megfelelő ételekhez jussanak a közétkeztetésben résztvevők, és hogy hogyan kell elkészíteni, arra pedig nyilván ez kiváló alkalom, hogy onnan a közétkeztetésben szakácsként, vagy dietetikusként, vagy bármilyen más módon résztvevők pedig tájékozódni tudjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látták november 8-án hétfőn. Holnap is várjuk Önöket, addig is szép estét kívánok, viszontlátásra!